Pár fokos melegedés, igazi kirándulóidő, több órás napsütés, erre számíthatunk ma itt a Kárpát-medencében. Komolyabb csapadék nem lesz, de már az esti órákban esőcseppek megjelenhetnek, hogy pontosan hol, mindjárt kiderül. Üdvözlöm a kedves nézőket, itt az M1-en, Fejős Ádám vagyok. Előbb nézzük meg, hogy hogyan alakul a kontinensen a hőmérséklet. Kiugróan meleg van, és lesz is az ibériai félszigeten. A spanyol fővárosban egyébként a 25 fokot súrolja a hőmérséklet, de attól délre több helyen a 25-30 fok közötti csúcsértékek a jellemzőek. Tehát ott már egyértelműen berobbant a márciusi nyár. Franciaországban is az évszakhoz képest pár fokkal melegebb lesz, 20 fok feletti csúcsértékekkel. Igaz, egy nagyon gyenge hidegfront vonul majd végig az országon. Ez az a front, ami közelíti majd Svájcot, Olaszországot, előtte viszont egy melegfrontot is láthatnak, és ez a melegfront fog majd beköszönni ma ide a Kárpát-medencébe, de az esti órákban várható az, tehát napközben még fronthatás nem lesz. Így érdemes kihasználni ezt a kellemes időt, hiszen nézzék csak meg, hogy nem sok felhő lesz felettünk, az is inkább fátyol felhőzet lesz. Itt a délkeleti Kárpátokban lehetnek kicsit vastagabb felhők napközben, de ott is kisüt majd a nap. Ami viszont az esti órák időjárását illeti, egyre inkább vastagszik a felhőzet a középső és nyugati ország részben, és az utóbbi már akár záporokat is hozhat, tehát itt az északi, északnyugati, esetleg nyugati tájak felett olyan felhők is képződhetnek, amelyek kisebb esőt, záporesőt hoznak létre. A szél nem igazán lesz tényező, esetleg mérséklődik, vagy mérsékelt lesz a légmozgás. Egyébként alapvetően észak-nyugati lehet a szél iránya. A hőmérsékleti csúcsértékek átlagosan 2-3 fokot emelkednek a tegnapi állapothoz képest, azaz 13-18 fok között alakulnak, de itt a szlovák területeken, illetve a Felvidék egyes részein, Kárpátalján, sőt a határon túli keleti területeken, azaz Székelyföldön egy pár fokkal kisebb körzetekben ez alatt lehet a hőmérséklet csúcsértéke, tehát a peremterületek megint egy kicsit hűvösebbek lesznek, egyébként a következő napokban is. Ott lehet majd egy pár fokos melegedésre számítani, ahol szikrázó napsütés várható. Erre egyébként van esély pénteken is és szombaton is, de nem lesz zavartalan a napsütés, hiszen pénteken délig bezárólag nagyjából lecseng ez az első csapadékzóna, mögötte szárazabb léghullámok érkeznek egészen szombat estig, amikor ismét vastagszik a felhőzet. Tehát az ország nagyobb részén péntek délután, illetve szombat délelőtt és kora délután még lehet kirándulást vagy szabadtéri időtöltést tervezni. Innentől kezdve viszont megváltozik időjárásunk, nagyon komoly lehűlést hoz egy hidegfront, aminek kapcsán vasárnap akár nagyobb mennyiségű csapadék is jöhet, majd hétfőtől lehet számítani újabb enyhülésre. A földpátok egyfajta ásványok, amelyek a földkérek kőzeteinek több mint 50%-át alkotják. Sőt, ideális körülmények között elősegítik a felhőképződés folyamatát úgy, hogy amikor a vízmolekulák a magas légkörben a földpát porhoz tapadnak és megfagynak, mondhatni, elvetik a felhők magjait. Hogy ez pontosan miért megy végbe, eddig rejtély volt. Ám egy friss kutatás kimutatta, hogy a földpátok zárványai apró vízzsebekként viselkednek. Amikor a kőzet széthasad, a zsebekből elpárolgó vízmolekulák a folyamat alatt felszabaduló energia révén atomokra bomlanak, majd újraegyesülnek hidroxil molekulákat létrehozva. Ezek tapadnak vissza a földpát felületére, majd vonzák be az újabb és újabb vízmolekulákat. Emiatt nagyon hatékony aeroszolok a felhőképződés során. Mindez az éghajlatváltozás tanulmányozása szempontjából is kiemelten fontos lehet. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszontlátásra!